Mi Hazánk mozgalom egy új mozgalmat indít a mai napon. Ennek az új mozgalomnak a neve, itt olvasható, Mi Nyitnánk mozgalom, és ezzel a mozgalommal szeretnénk tiltakozni a kettős mérce ellen, ugyanis elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy a kaszinók nyitva tarthatnak, a kaszinók üzemelhetnek, a vendéglátó helyeket pedig, vagy például az állatkertet, a vadasparkot, azt pedig bezárják, ez teljesen észszerűtlen kormányzati intézkedés, ez ellen tiltakozunk, és itt vagyunk most a Budai Vár legrégebbi, legöregebb vendéglátó helye előtt, és ennek a vendéglátó helynek az üzemeltetője, tulajdonosa áll itt mögöttem, ő az első olyan vendéglátós, aki csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, de éppen, ameddig ezt a sajtótájékoztatót készítettük elő, már Kőszegről, Szegedről és az ország számos pontjáról jelentkeztek vendéglátósok, akik hajlandóak a Mi Nyitnánk mozgalomhoz csatlakozni. Őket arra kérjük, sőt ezúton is üzenjük a vendéglátósoknak Magyarországon, sőt valamennyi üzlettulajdonosnak, vagy akár egy edzőterem tulajdonosnak is, akiket ugyanúgy sújt ez a kettős mérce, hogy jelentkezzenek a Mi Hazánk mozgalomnál, és mi mindenkinek eljuttatjuk ezeket a matricákat, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan szerettek volna februárban kinyitni, de a nagyon súlyos szankciók, fenyegetések hatására ezt nem tették meg. A tiltakozásnak ez egy egyszerűbb és sokkal olcsóbb módja, úgyhogy szeretnénk, hogyha az országban minél több üzlettulajdonos, minél több vendéglátóhely, minél több edzőterem tulajdonosa kitenni ezeket a matricákat, és ezennel akkor az első ilyen matricát át is nyújtom a Budai Vár legrégebbi vendéglátóhelyének üzemeltetőjének, akivel ki is ragasztjuk akkor ezt a matricát, és akkor ezzel a mozgalom útjára indul. Holnapi napon egy kőszegi vendéglátóhely előtt az ottani tulajdonossal fogjuk a második matricát kiragasztani, és ez egy üzenet a kormány felé. Szeretnénk, hogyha fokozatosan, észszerűen, de elkezdené a magyar kormány megmenteni a magyar gazdaságot, és ennek része az is, hogy hagyják a magyar embereket dolgozni. Elfogadhatatlan az, hogy kaszinók, bevásárlóközpontok tele vannak tömve emberekkel, a magyar vállalkozók kis vendéglátóhelyei, vagy éppen egy vadaspark, az pedig zárva tart. Köszönjük.